Tehát elhangzott egy beszéd a Magyarországgyűlésben, Barát Zsolt, a Jobbik országgyűlési képviselője szájából. Azt kell, hogy mondjam, a Tiszaeszlári vád kapcsán a Jobbikos országgyűlési képviselő sunyin és gyáván zsidózott egyet a magyar országgyűlésben. Várható volt, hogy egy szélső jobboldali párt, amely bejutott a parlamentbe, ezt egyszer el fogja játszani. Az is nyilvánvaló, hogy ezek a megnyilvánulások a magyar politikai életben és a magyar közéletben, azok nem új keletűek, és sajnos azt kell, hogy gondoljam, majd számítunk rá, hogy ez meg fog történni. Nyilvánvaló az is, hogy ez nem önmagában Tiszaeszláról szól, és még csak nem is arról, hogy ezt hogyan interpretálja a szélső jobb. Ez ma Magyarországon 2012-ben a politikai elit tesztje, a magyar közélet tesztje. Világos határvonalat kell vonnia a magyar közéletnek a gyűlöletbeszéddel szemben, és a gyűlöletkeltő gondolatokkal szemben. Világos határvonalat kell vonni a közéleti szereplőknek, világos határvonalat kell vonni a gyűlöletkeltéssel szemben a politikai pártoknak, és azt kell, hogy mondjam, az egyes képviselőknek is, politikusoknak is. A gyűlöletkeltő vagy a gyűlöletkeltésre alkalmas gondolatok, azok benne voltak mindig is a magyar társadalomban, és a mai napig benne vannak, és ma 2012-ben ezek a gondolatok erőteljesen terjednek. Nem elég azt várnunk, hogy ez majd elmúlik, ugyanis ezek a gondolatok maguktól nem fognak elmúlni. A gyűlöletkeltő gondolatok karanténba zárásával kapcsolatban mindenkinek dolga van ma Magyarországon. A Magyar Szocialista Párt egyértelműen szembe helyezkedik a gyűlöletkeltéssel, de tudnia kell, hogy ebben a szembehelyezkedésben és ebben a harcban kikre számíthat ma Magyarországon. Kik azok, akik ebben szövetségesei? A Fidesz ma kormányozza ezt az országot. Jelentős hatalmi tényező ma Magyarországon, tömegek állnak mögötte. Nagyon fontosnak tartom, a Magyar Szocialista Párt nagyon fontosnak tartja, hogy a Fidesz egyértelműen mondja meg és határozza meg, hogy mi a viszonya Magyarországon a Jobbikhoz, és ezt a vonalat húzza meg a Jobbik és önmaga között. Ezt megteheti például az ünnepek utáni első országgyűlési napon, kedden, amikor is a tisztelt ház újra dönteni fog a Magyar Szocialista Párt országgyűlési határozati javaslatáról, annak tárgysorozatba vételéről, amely arról szól, hogy hozzon létre a Magyar Országgyűlés egy állandó bizottságot, amely dönthetne azon képviselők sorsáról, elítélhetné etikailag őket, akár még szankciót is vethetne ki rá azon képviselőkre, akik szájából gyűlöletkeltő mondatok hangzanak el. Az Alkotmányügyi Bizottság első körben Fidesz többséggel leszavazta a tárgysorozatba vételt. Én bízom abban, hogy a Fidesz jól fog dönteni, és kedden az országgyűlésben támogatni fogja a Magyar Szocialista Pártnak ezen javaslatát. Viszont, azt kell, hogy mondjam, mindannyiunknak, minden embernek ma Magyarországon dolga van azzal, hogy küzdjön és harcoljon a kirekesztő és antiszemita gondolatokkal szemben. Ezért a Magyar Szocialista Párt csatlakozni fog 16-án az élet menetéhez. Erre kéri szimpatizánsait, párttagjait, és minden józanul, békét szerető embert arra kér, hogy legyünk nagyon sokan, mert ma 2012-ben Magyarországon nagyon fontos, hogy 16-án nagyon sokan legyünk. Köszönöm. Csak a nyomaték kedvéért mondom, hogy itt vagyunk hárman, ebből ketten a Magyar Szocialista Párt országos elnökségének tagjai vagyunk, és pártunk egyik korábbi vezetője is, a legendás Zukman Tamás is itt van velünk jelen. Én kérem Tamás, hogy csak a szolidaritás jegyében ezt hadd tegyem fel. Köszönöm szépen. Budapest Uglipótvárosban vagyunk. Ez ma Magyarországon a szolidaritás egyik szigete. Itt ebben a városrészben nagyon sok zsidó ember jön, de laknak itt cigányok és mindenféle más hovatartozású emberek, egyébként békességben, szeretetben és szolidaritásban és közösségben. Hát ennek a közösségnek a nevében is a lehető leghatározottabban elhatárolódom és elhatárolódunk azoktól a szélsőséges megnyilvánulásoktól, amit a Jobbik képviselők nem is nevezhető
valaki-e tett a parlamentben. Kunalmi Ági jól mondta, világos karantént akarunk. A Magyar Szocialista Párt igen, azt akarja, hogy világos karanténba kerüljön Magyarországon a szélsőjobb. Ehhez persze mindenki másnak a segítsége szükséges, úgyis, mint a Fideszé, a KDNP-é és az összes többi parlamenti vagy parlamenten kívüli párté. Végre egyszer világos európai magatartást kell ebben tanúsítani, karanténba a szélsőjobban. A mostani reakciókat, ha nézem, igazából nem látom sehol a Fideszt. Én értem, hogy Horváth János parlamenti korelnökként mondott, amit mondott, és helyeset mondott. Én értem azt, hogy Fónagy János, egyébként köszönet neki, bátran helytállt ott helyben a parlamentbe, de azért lássuk be, hiába kormányképviselet, azért mégiscsak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára. Nem látom Orbán Viktort, nem látom az egyes minisztereket, nem látom az adekvát hivatalosságokat ebben az egész kérdéskörben, márpedig a Szocialista Párt részéről látni akarjuk, magunk mellett akarjuk látni ezeket az erőket ebben a kérdésben is. Ezen felül pedig, hadd mondjak még valamit, nem csak az az egy darab valaki, aki képviselőnek álcázva ezt a beszédet tartotta, nem csak róla van szó. Szó van azokról is, akik ott a helyszínen neki tapsikáltak, számosan, szó van azokról, akik azóta is csak mentegetni próbálják, netán még alá is húzzák a mondandójának a mocskos tartalmát, és ezt kikérjük magnak, ezeket sem tekintjük a magyar nép, a magyar nemzet képviselőinek. Továbbá. Csak a pontosság kedvéért. Náci pribék. Ez a helyes szó arra a valakire, aki ezeket a mondatokat tette. A pribék szó egyébként szlovák nyelvből a magyarba átjött jövővényszó, azt jelenti, hogy hóhérsegéd. Itt a nemzet lelkének a mészárlása zajlott. És ezt nem engedjük még akkor sem, hogyha ezeknek a valaha volt ordas náci gondolatoknak a mai képviselői a parlamentben merészkedtek. Nem, és világos elhatárolódást szeretnék kérni. Minden normális erőtől, még csak azt sem mondanám, hogy csupán a demokratikus erőtől. Minden normális erőtől. Végezetül. Nagy péntek van. Itt az ünnepek alatt nagyon sokan el fognak menni templomokba. Hát azt mondom én a Jobbiknak, hogy amikor ők belépnek bármelyik katolikus templomba, rögtön ott néz velük szembe két zsidó, Szűz Mária és Jézus Krisztus. Hát kérje az ő bocsánatukat, mert mi itt a Földön nem fogunk nekik megbocsájtani. Ma 6 órakor a zsidóság legnagyobb ünnepe indul, és csak 15-én lesz vége az ünnepnek. Azt gondolom, hogy akik tegnap nyilatkoztak, a szélsőjobboldaliak pontosan tudták, hogy most jönnek az ünnepek. Jövő szombaton csak maszkír lesz, 14-én meg lehet szólalni, 15-én már mondani kell, és 16-án fel kell vonulni ebben az ügyben. Köszönöm, Tamás!